Itt a mögöttünk lévő műtárban ózonos oxidációval végezzük a vas és mangánpelyhek szilárd állapotba hozatalát. Csak a kerítésen kívülről tudta megmutatni az Erőv ZRT bogyiszlói víztisztító telepét az üzem vezetője. Az itt dolgozókon kívül ide most más nem léphet be, így védik a munkavállalóikat. Ők most ügyeleti rendben erősített készenléti állománnyal dolgoznak. A víz folyamatos biztosítása veszélyhelyzet esetén különösen fontos feladat, ezért a cégnél most a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítanak az ellátás biztonságára. Természetesen az objektumjainkat, ahol tiszta vizes medencéinket fokozott figyelemmel kísérjük, valamint informatikai rendszerünk lehetővé teszi azt, hogy az egész folyamatot egy monitoron keresztül nyomon tudjuk követni, tehát a kutaktól, a kutak üzemétől kezdve, a tisztító művön át, egészen a városi nyomásfokozókig és medencéig látjuk. Az üzemvezető azt mondja, már a vízfogyasztáson is látszik, hogy a kormány és az operatív törzs tanácsát megfogadva egyre többen maradnak otthon, ha épp nem muszáj dolgozniuk, vagy élelmiszert, esetleg gyógyszert venniük. A vízfogyasztási szokások mennyiségben ugye nem tapasztalunk változást, tehát mennyiségileg ugyanaz az előző évek tapasztalatai szerint alakul, viszont a napi csúcsok alakulása az időben eltolódik, nem egyszerre történik a reggeli és a délutáni esti csúcs. Kutatók szerint a koronavírus kórokozója ivóvízzel nem tud terjedni, abban ugyanis nem él meg.